Na sziasztok, itt vagyunk ismét a tudós lányunk életébe, aki most jelenleg evett. Adtam neki gyógyszert az előző részben, de még mindig beteg, és ezt nem értem egyébként, hogy miért. Nem soká mennie kell dolgoznia. Úgyhogy gyorsan, mielőtt letelik az idő, elküldöm dolgozni. Bocsánat, vagyis veszek pontosabban neki gyógyszert. Nem értettem egyébként, hogy... Sőt, kettőt is veszek. Eladtam közben a békát neki. Illetve eladtam azt a... Eladtam azt a feltalálói... Jó, itt is van egy béka. Azt is eladjuk. Bocsánat. Tehát, hogy eladtam közben egy pár dolgot neki. És akkor itt van a gyógyszer, megvettük neki, igyja meg, és meglátjuk, hogy mi történik. Hát remélem, hogy jobban lesz, mert nem sokan mennie kell dolgoznia. Azon kívül, hogy összpontosítónak kell lennie, hát egyáltalán nem összpontosító. Hát elméletileg igen, tehát most meg itt is jól van, elmegyünk a mosdóba, ez magától is megcsinálja. Igazából akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor mi lenne, hogyha vennénk egy elmélázó tusolást. Nem húzta le. Nem húzta le. Húzd le. Persze, csatlakozunk. Tehát akkor megjöttünk a munkahelyre. Ezt most nem olvassuk el. Megnézzük, hogy mit kell. Most a találmány gyártóval kell több interakciót véghez vinni, de azért ő nem oda megy, tehát nem, persze. Miért is mennél oda egyből, hogy megcsináld a dolgodat, nem? Ugye egy kicsit átalakítottuk a munkahelyét az előző részbe, ezt a lendület megőrzőt, ezt adtuk el, ilyet már találtunk egyébként fel, és nem értem, hogy miért kell még egyszer. Jó, hát akkor... Talált fel még egyszer. Hát most nekem minden. Most ezt hagyd itt, és menj át. Most nem ez a fontos neked, mert ettől úgy néz ki, hogy nem lépsz előrébb. És nézi. Azt hittem beakadt. Menjél már. Hát, azt hittem sose indul el. Tehát feltaláljuk megint a lendületmegőrzőt, amit már kétszer föltaláltunk egyébként, tehát nem is értem, hogy miért kell még harmadjára is. Ilyen sokszor nem kellett. Megnézem, hogy jelenleg második szinten vagyunk. Hát, és nagyon messze vagyunk attól, hogy még előléptessenek, tehát na mindegy. Egy kicsit felgyorsítjuk, mert az így nekünk nagyon lassú. Szedd össze magad és csináld, mert már harmadjára csináljuk és már unjuk. Kell lenni egy ötletviharnak ugye a találmánygyártó készüléken, illetve beszélgetnünk kell vele 10 percig. Egyébként annyiból jó, hogy ezt megcsináljuk, hogy utána eladjuk, azt hiszem, hogy 200 szimulont ért körülbelül. Na. Most akkor... Igen, tudom, meg kell fogni, de... Na. Oké. Közbeszélgess a robottal, hogy addig is hasznosan teljen az idő, még én ezt elszerencsétlenkedem ezt az időt. Ide beleteszem inkább. Nagyon jó. Most sikerült. Jó, tehát... Beszélgess... Ötletviharja. Túl feszült ahhoz, hogy... Köszi, hogy ezt az interakciót adtad egyébként. Jó, ilyet tudunk, ilyen vörös szérumot tudunk. Egyébként nem tudom, mire jó ez a vörös szérum. Mert ugye minden egyes szérumnak megvan a maga jelentése, és én ezt szeretném mindet kipróbálni. Szeretném, hogyha ebben lenne igazán nagyon jó. Oké, ez meg volt. Akkor mehetünk oda kísérletezgetni. Ugye közben
Tettem ablakokat, hogy lehessen látni, hogy mi újság van odakint. Esik az eső, jó idő van. Ide is szeretnék majd egy rakétát építetni vele, de nyilván még nem most. Ez majd valószínűleg feladatként fogják adni, mint munkahelyi feladat. És akkor majd megcsináljuk. Most egyelőre megcsináljuk ezt a forró vörös szérumot, utána meg is nézzük utána, hogy ugye a telefonjában elméletileg meg tudjuk nézni, hogy ez mire jó, ez a vörös szérum, vagy nem. Én úgy emlékszem, azt hittem, hogy ezt így, akkor váljátok, akkor az inventoriába. Ugye itt van lendület megőrző, eladjuk, ez most 100 szimoleont ér. Ja, igen, mert azért volt 200, mert 2-t adtam el. Akkor szintetikus étel, ez teszteletlen, és éhessé tehetjük a szímeket, tehát itt tudjuk megnézni. De akkor még nem tette el. Most teszi el, bocsánat, most teszi el. Itt van. Dühössé teheted a szímeket. Aha. Jó, akkor kever még egy. Most ez úgy látszik, ez jobban megy. Egyébként ő ebbe sokkal jobb. Teszteljük. Tehát, hogy akkor kever még egy szintetikus ételt. Minél több lesz, annál jobb. Közben látjuk, ahogy a mostoba mennek. Nagyon jó. Ezt nem kéne, hogy lássuk egyébként. Szerintem. Kezd már el! Hát mire vársz? A nap is lemegy. Az a baj, látjátok, hogy így beakad, és így a szím így... hogy is mondjam, hogy nem csinálja a dolgot, és így telik közben. De az idő az közben persze telik. Tudom, hogy forró van itt, meg mit tudom én. De egyébként meg, hogyha nem lett volna... Hát igen, nekünk nem tett jót ez a szellem, ez a dzsin lámpása, mert hogy azóta nagyon feszült, ugye 8 órán keresztül feszült lesz, holott egyébként összpontosító lenne, mert hogy felfedezett dolgokat, és ez így, na hát szerintem a dzsin lámpását ezt így hanyagoljuk. Bocsánat, csak a szipogásért, de nem tudom mennyire hallatszik bele, de eléggé meg vagyok fázva. De nem akartam, hogy videó nélkül maradjatok, és ezért veszem föl a dolgokat. De néha elfelejtkezek magamról, és hát bizony szipogok, úgyhogy tényleg bocsi. Elkészítette a szérumot, és látjátok, most már telítődött. Ha akarom, egyébként ugye 2 óra múlva kell, 2,5 óra múlva kell neki elmennie a munkából, de ha akarom, akkor bent is tarthatom sokáig, de mivel most megcsináltunk egy csomó mindent, úgy gondolom, hogy ez nem kell. Fürödjön le, találj fel egy szímsugarat, azt még egyébként föl tudjuk találni. Azt azért találj fel, mert az nagyon jó. Az. Azzal csináltunk egy pár dolgot. Na jó, van, ne is tusolját tovább, hanem menjél, csináld meg a szím sugarat, mert az. Hát azzal, mint tudjátok, egy pár dolgot lehet művelni. Azt hiszem, még majd át kell alakítanunk. Azzal, hogy ugye olyat csináljunk vele, amit lehet. Többfélét lehet azzal is művelni. Meglátjuk, hogy mi mivel kezdünk. Ugye lehet fagyasztani, az biztos. Éhessé lehet tenni. Szóval sok mindent, attól függ, mire programozza az ember. Tárgyakat változtathatunk át vele. Szóval vannak ilyen pár dolgok, nyilván majd meglátjuk. Szerintem most sima fagyasztásos fog menni. De hát azt nyilván, hogy ezt nem fogjuk kihagyni. Mert én semmit nem szoktam kihagyni. Barátság ide, barátság oda, munkatárs ide, munkatárs oda. Nekünk ezt ki kell próbálni.
Hát mert ezért van, ugye ezért találták fel a szimkészítők a szimsugarat, hogy használjuk, meg használják is az emberek nyilván, a bátrabbak. Jó, kicsit felgyorsítjuk, feltétlenül el fogjuk tenni. Nem is tudom, mennyi van a munkaidőből szerintem. Jaj, Istenem, nagyon jaj, nagyon szurkoljatok, hogy... És ott van, megvan! Megvan, gyors leállítom, mielőtt bármi. El is nevezhetjük egyébként, mondjuk a Star Wars után legyen halálsugár. Halálbolygó helyett halálsugár, nem vagyok nagy Sims vagy Star Wars rajongó, de ez jó lesz. Eltesszük. És így van. Így van. De elneveztük, de... De miért most adott ezt nekünk? Hát már elneveztük, na akkor még egyszer. Nem érzékelte. Igen, később szoktam elnevezni, akkor jó, nevezzük el halálsugár. Ugyanez, csak egy röbetűt tegyünk bele, hát hogyha ezt már érzékelni fogja. Nem. Jó, akkor... Akkor... Legyen... Fagyi. És nézzétek meg, nem is reagál rá, hogy átneveztük. Hát főlem, azt csinálsz, amit akarsz most már, nagyon... Meg vagyok sértődve. Hát, átneveztük. Ja, de várjatok. Aha. Tudjátok, mi van? Hát az a gond, de ha most leteszem ide és itt átnevezem, egyébként teljesen mindegy, mert már megvan a pontunk. Tehát az jutott eszembe, hogyha átnevezem ugye a szimsugarat, egyébként tök jó volt szerintem a halálsugár, de mindegy. Bár nem fognak tőle meghalni a szimek. Lejelződünk. Na. Meddig lüktetsz ott? Mondd már meg nekem. Mielőtt kimondod, hogy az vége. Na. Tehát most ugye... Nagyon jó munkát végeztünk. Kaptunk plusz egy vakációs napot. Ami nagyon jó. Úgyhogy akkor megyünk haza. Ugye közben hazatért a munkából. Ott pitizik, de édes. Nagyon aranyos. Kár, hogy az asztaltól nem látom. A kamera folytom, se fogom látni. Hát nem nagyon. De miért nem tudok rákattintani? Adjon valamilyen ételt a kis kedvencének. Ütemezés, mondjuk óránként. Akkor, ha nem fogom beütemezni, akkor nem fog adni neki ütemezés. Óránként, de hogy 6 óránként, ne viccelj már. Mosogatunk helyette természetesen. De most te hova mész? Most ez... Nem értem. Miért nem neki adsz valamit? Vegye fel. Nyugtassa meg. Azt mondja, hogy dicsérje meg, legyen egy kis önbizalma neki. Na azért, mert
Ez így nem lehet, hogy fogod magad is elmész olvasni. Kényeztessem. Ezt is betesszük a kutába. Jó, szórakozás szempontjából pedig mi lenne, hogyha még egyszer elküldenénk az űrbe? Gyere csak, menjünk csak az űrbe. Űr felfedezése. Mondjuk most neked ez lesz a szórakozás, meglátjuk, hogy mennyire megy föl, de szerintem ez jó lesz. Jó van. Innen. És most, látjátok, most betöltötte. De állandóan, tehát Mazsi, nem Mazsi, Nokedli folyamatosan menni akar sétáltatni. Hát szerinted mi arra érünk rá, hogy teket sétáltassunk állandóan? Jó, hát szerintem a háziállatunk itt lesz végre, legalábbis kutya szempontjából. A macskákkal nincs ennyi baj, esküszöm. Esküszöm, hogy nincs. Őket úgy tudom nem kell sétáltatni, vinni. Hát most, bocsi, hát most menjetek magatoktól, hát... Komolyan, tehát... Így mész? Ruha meg semmi? Kendra azt fogta magát, azt úgy kilőtte magát az űrbe, hogy itthon se kell jelennie. Oké. Okay. Húha! Vészhívás! Most még csak most indultál el. Jó, hát szerint felelően menjél, de... Fekete lyuk. Ezt mindent megmagyaráz, persze. Hát... Mentsd meg a pilótát. Legyünk rendesek. Mentsük meg a pilótát, majd meglátjuk, mi lesz. Ha megmentettük a pilótát, kiderül, hogy valami földön kívüli, aki gonoszszá akar minket változtatni. És megmenekültünk. Kap valami nagyon jelentéktelen valamit a segítségért, és megkérték, hogy menjen haza. Talált némi űrszemetet, Gyógyókendre. Hát köszi nekünk! Űrszemetet ne hozzá, az, hát van itt elég szemét. Én rámegy a kutyára. Hát ez nagyon jó. Jó, tehát mi más dolga lenne, mikor az jön, a mosdóba kell mennie. Hát nekem is úgy lenne egyébként, tudni. Jó. De utána el ne felejtsd lehúzni, meg kezet mosni mondjuk, mosson kezet utána. Feltétlen? És mit gondolkozol? Ezeket meg kell csinálni. Jó. Azt mondja. És képzétek el, szórakozása fölment maximumra. Mondtam én. Tudtam én, hogy ez jó lesz. Utána menjen aludni. Mert ráfér. És ezt a lámpás többet nem törzsölgetjük. Mert nagyon rossz kedve volt. Egyébként azt nézem, hogy most jelenleg, igen, most nagyon jó kedve van, mert hogy felfedezte az univerzumot, szórakozott, elég jó ízű volt neki az étel az űrben, vagy nem tudom hol, de valahol biztos, és nagyon tetszik neki a környezete. Egyébként nagyon szép házat csináltunk szerintem is, ezt hozzáteszem, szerénytelenség nélkül. Ezért gondolkoztam, hogy ott a szemben lévő házat gondoltam, hogy nyomtatom, megmutatom nektek. Szóval itt van egy ház, amit szeretnék neki meg... Bocsánat. De jó fele forgattam. Tehát van egy ház, amit szerettem volna neki megvenni, de most erősen gondolkozni kezdtem azon, hogy nem fogom megvenni. Ja, ezt nem tudom, mire adottam le. Közben leveszem a díszeket. Ja, ez nem is így kell, hanem így kell. Oké. Okay. Jó, tehát Kendra fölkelt, ugye ő egyből éhes, de most nem foglalkozunk vele. Persze jön már is Nokedli, hogy vigyük el sétáltatni.
100%, hogy ez lesz neki a kérése, de nem fogjuk most jelenleg, hanem menjünk, fürdessük meg. Hát, hogyha ez a baj egyébként, bár nem rá, nem ez a baja. Tényleg el akar menni sétálni. Nyugodtan, ne legyünk kegyetlenek, akkor vigyük el sétáltatni hosszú lépésbe. Tényleg azért sajnálom őket, mert nyilván nem tudják megmondani, hogy mi bajuk van. Egyébként ahhoz képest, hogy azt a módot kivettem belőle, egész jól boldogulunk. Azt hittem, hogy sokkal nehezebb lesz egyébként. És nem mentek el? És mi van, beakadtál, vagy mi van? Tehát ez a sétáltatás valahogy nem úgy alakult, ahogy mi gondoltuk, de nem, semmi probléma. Ugyanis én őrült. Hát mire jöttem rá? Képzeljétek. Itt a medence. Látjátok? És figyeljetek, mit tettem le ide. Egy másik medencét. Tehát most már két medencénk van. Hát én ezt nem is értettem. Én, tehát valamiért a fentiről én teljesen elfelejtkeztem. Egyébként. Pedig itt aztán tényleg minden megvan. Hát, ez van az, amikor az ember tényleg belezavarodik abba, hogy mi van, mert most valamiért fogadjunk, hogy lefeküdt aludni, lemerem fogadni. Nem láttátok, de én már láttam, hogy lekészülődik feküdni. Jó, jöjjön enni. Szerintem itt hagyjuk abba, azt a medencét el fogom onnan venni. Romlott ételt ki kell dobni. Jó, hát főzje felőlem, aztán főzhetsz. Jaj, de jó, végre, végre a boszorkányost vette föl, jaj, de jó. Végre. Hát, nem vagy boszorkány, de ez százszor jobb, mint a másik. Imádom ezt a ruhát. Ez annyira, ahogy is mondjam, ilyen über 80-as évek. Ez a magasta. Á, szuper, nagyon jó. Imádom. Jó, nem is bánom, csináld meg. Itt hagyjuk abba, azt már nem fogok mutatni, mikor elveszem a medencét. Biztos sokan szittatok, amikor ezt megcsináltam, ezt a medencét. Nem tudom, nyilván, mert sokkal hamarabb, vagy később megy ki a netre ez a videó, mint ahogy megcsinálom. Nem sokkal, de valamennyivel később, és akkor már késő. Úgyhogy igen, baland vagyok, bocsi. Észrevettem, úgyhogy most kijavítom. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!